Sziasztok, nagyon nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit itt a Laptiming BPC-s verziójában, azaz a Balaton Parkosban. A mai adásban egyébként nagyon meglepő módon egy golffal fogunk kezdeni, méghozzá egy 8-as R golffal, amilyen még egyáltalán nem volt kapucson se, már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. Urak, visszanéztem a kis életünket, és azért hetes, meg mindenféle más korú R golfból Dunát lehet rekeszteni, amit a kakucson mentünk, viszont tök menő, hogy ide egy 8-as sikerült hozni. Ne a kijelzőt nézd, előre szóltam. Nagyon rossz vagy, János. Szóval, hogy jó műsor van. Jó műsor lehetett ez újkorában, nem? Szóval, hogy 8-as golf, és ráadásul nem is feltétlenül széria. Ugye a 8-asnál alapvetően ez a 320 lóerő lenne a dolog, de Jani, kicsit mesélj arról, hogy ez mennyiben más ez, amit hozott a kedves tulaj. Hát hivatalosan semmiben. Ja, mint minden, hát, igen. Ja, egyébként tehát ez egy nagyon szolid tuning volt szerintem, hogy egy másik vezérlés van rajta, már úgy, hogy szoftver. Ettől úgy kb. 400 ló körül lehetett, de ugyanis sosincs ez bemérve rendesen. És igazából egy ültetőrugó volt még alatta, de például a széria fék, ugye ő nagyon fél tőle egyébként, ezt előre elmondom, hogy hú, hát itt már azt hiszem három autónak is megöltük a fékét, és hogy mit fog a golf csinálni, és úristen, úristen, hát meg kiderül, hogy mit csinál. És igazából semmilyen különlegessége nem készült. Ugye, mivel még akkor, ugye jóval ezelőtt vettük fel, az még nagy újdonság is volt a modell, szerintem úgy nem is volt hozzá olyan őrült sok minden, amit lehetett volna rajta tuningolni. Szerintem egy nagyon korrekt állapotban lévő, és még viszonylag friss is volt az autó, úgyhogy. DS 2500-as betét volt benne, és sokszor szoktátok kérdezni Continental gumikon gurult, amit azért az elmúlt időszakban többször próbáltunk. Nem szoktad annyira dicsérni, Csabi, a Continentalt, de vajon itt miért fog teljesíteni, vagy mire várhattunk? Meg az érdekelne még, hogy igazándiból ugye ennek ellenfele lehetett már, tehát fogjuk tudni már majd azért mihez hasonlítani, hiszen mentünk azért Megánnal, mentünk már Yaris GR-rel is, vagy GR Yaris-szal is, úgyhogy azért itt lehetett már pár dologhoz előre gondolkodni. Igen, de önmagában is, ugye, ahogy te mondtad, a Laptiming csatornán már nagyon sok golf termék is volt különböző. Nekem a füstölős volt az egyik legkiemelkedőbb emlék, nem biztos, hogy pozitív, de kiemelkedő, arra még emlékszem is. Szóval, hogy persze van már ezen a pályán is mihez hasonlítani, hiszen ugye azért a Megán azért mondjuk egy sokkal extrémebb volt, ugye a személyi gumiban, meg az eleve egy profiér, tehát azért az. De teljesítmény szintben mondjuk, ha nem is a tuningot nézzük, de szériában azért hasonló tud lenni. Ugyanakkor nagyon kíváncsian vártam, hogy mit fog a 8-as R mutatni, mert minden generáció azért egyre jobb lett ebből, és most már szerintem tényleg egy nagyon kellemes autó, főleg így, hogy nincs széttuningolva, hanem úgy relatíve széria közeli, úgyhogy én nagyon-nagyon vártam. Egyébként azóta pont most, hogy tegnap visszanéztem, van egy ilyen kis modell frissítés rajta most már, a széria 333 lóerős. Wow. Aztán kb. Ennyi változott. Az se rossz. Nem. Tehát ugye ez még a 320-as volt, amivel mentünk. A Continental gumikról, hát mit tudok mondani, vegyesek a tapasztalatok, hol van, amelyik autón egész jól működik, van, amelyiken egyáltalán nem. Igen, tehát, hogy én nem akarom leszólni őket, félre ne értsd, de ha egy polcról választhatnék, nem biztos, hogy ahhoz szaladnék oda elsőre. De ez teljesen szubjektív adott esetben. Egyébként most... Ő is a kijelzőt néz. Igen, figyelem. Nézem, ami autó megy. És Jani koncentrál, a tipikus szájtartás, most már ezt is megtanultam, tök jó. Na mindegy, kíváncsi voltam. Ennyi bevezető után, akkor először nézzük meg Jani körét. Thank you.
Jánosom, jó gumi, a tulajtól megtudtam, hogy új fékbetét, új fékolaj, új gumi csak nekünk, minden felhúzva is. Egy olyan golf, amit én imádok, milyen volt az élmény a kör? Tök jó egyetekkel fordulni. Kicsit ortolós, főleg a féktávon nehéz elfordítani. Viszont a féke meg nagyon-nagyon fog, tehát egy más betét van benne, és nem bíztam benne, hogy az elén túl kamar fékeztem. Tehát aha, az első féktáv szerintem kicsit túl óvatos lett. A harmadikra már beletaláltam, bár ott meg lehet egy picit túltam a célon. A féke nagyon erős, meg arra kellett rájönnöm, hogy akkor ugye okos benne a összkerékhajtás, de akkor lepadlózod. Ha ilyen gondolkozó csinálások, akkor olyan megmarad ilyen semlegesnek, és az nem jó ugye a kanyarba. De gyakorlatilag az van, hogy valahogy el kell folytani az elején, aztán lepadlózni és imádkozni. Ez a package egy golfban még mindig azért egy elképesztően menő sportautó, és szerintem valamilyen szinten még azért elérhető, nem? Igen. Gazdaságilag hát gondolom. Most pont a végén azért néztem a célba, 220-at jött ez is, de... Jó lesz az idő. Igen, egy kellemesen szalad. Tényleg ez az egyetlen nehézség, hogy rá kell érezni, hogy a féktáv végén ne tolj el az órát. Most nekem a többször is úgy volt, hogy eltorta, de amint lelépsz a fékről, már hogy visszaáll egy tök semlegesre. A sebesség támogatója a Bex Csapágy webáruháza. Reklámépítészeti megoldások a G-Bank Partners Kft-től. Látogatószámlálás, látogató analitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperiontól. A műsor támogatója a Székely Csemege. Most, hogy lefutottad, meg még értékelted is ott lihegve, azért akkor mondom az adatokat. 212 km/h volt a szakítási sebesség, ami összességében nem tűnik annyira extrémen jónak, főleg ahhoz képest, hogy az időeredmény meg milyen jó, ugye ez az 1.41.448, ami azért azt kell mondanom, hogy igen közel van a Megane RS-hez, hiszen két tizedes hátrány van csak, és még a C63 Merci is közel van előtte 5 tizedre, úgyhogy alapvetően, ahogy terveztük is, azért elég jó helyen ott van. Hát egyrészt nagyon jó gumi volt rajta, azt ugye előtte szerelték fel, tehát hogy ez a Continental viszonylag jó működött, meg így, hogy ennyit aggodalmaskodott a tulaj, be kell valljam az első két féktáv, az egy kicsit el lett sporolva, cserébe a harmadikot meg elrontottam, tehát a sikánedet nem sikerült megállni rendesen. Igen, a hátsó sikánban, a 8-as, 9-esben picit bele is esett. Igen, ott egy kicsit túlcsúsztam az egészen, és utána én szerintem a kigyorsítással a legutolsó ugye egyenes görbe a vége, arra sem sikerült tökéletesen. De összességében én meglepően jól működött az autó, sőt mondom a kör legelején meglepődtem, hogy mennyire jól fog a fék, tehát ilyen nagyon határozott fogáspontja volt. Úgyhogy szerintem ebben még lett volna, de tényleg igazából azt éreztem, hogy erősebb, mint egy széria, de nem az a őrült tuning autó volt, amiből majd lesz később, majd láttak, hogy igazából nem kellett semmilyen nagy izgalom, és azzal, hogy összkerekes volt, ugye egy csomó helyen csak úgy elengedtett. Szerintem a összkerékhajtás is viszonylag jó volt benne, hogy nem ez a nagyon ortolós összkerék, hogy ha lepadlózott, hanem ilyen viszonylag semlegesen kifordult mindenhova, úgyhogy nagyon kellemes volt vezetni. Szerintem utcára ez zseniális autó lehet. Tehát, hogy versenypályára nem biztos, hogy valakinek ezt ajánlanám, bár semmi baj nem volt vele, és viszonylag jól teljesített, de utcán meg főleg ez egy nagyon jó sportkocsi lehet. Amit észrevettem, hogy rögtön az első váltásnál már a rajt után megakadtál, hogy beleszabályzott, és utána még keresgélsz valamit a kis bal kezeddel az ülés mögött, nem tudom, ülést állítottál, vagy mit keresgéltél. De hogy ez a beleváltási probléma, spoiler ezek, de ez már Csabinál is elő fog fordulni, hogy nem sikerült áthúzni a sebességet, vagy nem adta, tehát a parancs nem ért oda a megfelelő időben. Igen, ugye ez általában a DSG-s autóknál szokott így lenni, meg a Mercinek az automatái, hogy sokkal hamarabb meg kell húznod a kart, mint hogy ahol el akarod, hogy váltson. Plusz, hogy amikor ennyire frissen vezetsz egy autót, nem tudjuk, hogy hol szabályoz. Tehát, hogy így úgy ott az a piros sáv, előtte ráhúzok, de valamelyik a piros sáv legelején már beszabályoz, valamelyik meg ugye még egy picit még beleengedik. Tehát, hogy meglepett, de mindig ugyankor kb. A 1-es-2-es között rájövünk, hogy hol van az, amikor meg kéne húzni a kart, és utána már aránylag el lehet találni. Ott mindig a legproblémásabb rajtban. Még egy nagyon vicces volt, de ez csak egy apróság, hogy a lelátó mögötti részen az 5-ös féktávjánál ilyen rosszallóan kinézel az üvegtetőn, hogy nagyon sütött a nap, vagy valószínűleg meleged lehetett, mert féktávon nem előre néz, hanem így fölnéz, és így rendesen így lenézi a napot föntről, hogy ne! És nem, utána... ott azt hiszem, hogy madár már... Vagy a drón.
Nem, egy madárra már az egyenesbe is szemeztem, ahogy kifordulsz arra szemeztem. Mikre ráért? Hát ugye, mert ha látod, hogy feléd, ugye ott vannak madarak. Van bőven. És ha látod, hogy feléd repkednek, azért nem feltétlen akarsz nekik menni egy ilyen 200-as tempóval, és ott néztem, hogy ott vannak-e még valahol, mert odáig már kb. Lehagytam őket. Jó, csak motorosoknak izgi lesz. Úgyhogy egy madárt, ahogy befordultam, már így nézegettem, hogy pont ott kavélnyált össze-vissza, de szerencsére elkerültük egymást. Na, akkor nézzük meg Csabi körét is, és aztán akkor tudunk hasonlítani. Rajtnál váltásonként jól belerug egyet, nagyon érdekes. Befele tolja az orrát, nagyobb tapadást elbírna azért. Nyilván sokkal lágyabb, mint az Audi, az egész futómű. Csabi, milyen volt a kör? Alapvetően oké volt, néhány helyen egy picit az elejével túlcsúsztam, tehát nem volt olyan nagyon pontos. Ugye a TT után vicces volt, mert tényleg azért kisebb a tapadás, ugye azért azon egy szemiszlik gumi van, nem utcai, meg azért az egy sokkal keményebb autó, úgyhogy ilyen szempontból egy picit pontatlanabb volt, de egyébként meglepően jól megy előre. Ereje az van bőven, a fék is nagyon jó, stabil volt, ívmeneten is jó gázt adok, akkor szépen mozdítja magát, persze azért nagyon stabil marad a hátulja, de egy icipicit azért lehet vele talán játszani, úgyhogy... Hogy bírta ki a négy kör? Te voltál, hogy aki másodikat ment, és nyilván ilyenkor óriás kérdés, hogy még mindig szeretne ugyanúgy menni persze, tovább. Persze, semmi. Ez semmi. Nagyon pozitív. Semmi extra. Tök tehát, jó. Hogy ezzel az égvilágon semmi. Figyelj, szerintem alapvetően ez nem kell, hogy probléma legyen. Nyilván az első forgatási napon, amik a tavalyi adások voltak, ott belefutottunk ilyenekbe, de... Most nem tapasztaltam az égvilágon semmi fáradásos jelenséget. Szuper! Most, hogy visszatértünk, akkor újra adatok. A szakítási sebesség az ugyanúgy 212 km/h, tehát úgy tűnik, hogy a gázt azt meg tudjátok egyformán nyomni. Az időkülönbség nem nagy, ugye nem egész fél másodperccel kaptál ki, és nagyon érdekesen alakul, mert az első szektor az nem egész egy tized különbség, és a második szektorban kapod meg a közel öt tizedet, ami azért is érdekes, mert ugye pont ott hibázott, te pedig nem. Viszont, amit észrevettem, és aztán majd utána értékelt, hogy mire emlékszel, hogy te sokkal többet küzdöttél a váltóval végig. Tehát hol megpróbáltál belenyúlni, hol lenyúlsz, hogy visszakapcsolod DSG automatába, azt láttam, hogy azzal nem voltál kibékülve. Igen, valamiért már ugye rajt után, és az látni is olyan nagyon nagyokat bele torpan a váltásoknak. Azt bele is mondtad. Igen, és akkor úgy az olyan meglepő, mert azért még finomabb bűnködést próbáltam, és próbálkoztam, hogy most automatába, vagy kézibe, vagy ez hogy lesz jobb, mert ugye a legtöbb autó manapság már automatában nagyon jól működik, de ugye ezzel pont nem voltam elégedett, aztán azzal küzdöttem egy kicsit. Nem volt rossz kör, de valahogy a középső részén úgy tűnik elment az idő. Egyébként láttam, hogy te belehibáztál ott abba a felvételbe, és még gondolkoztam is rajta, hogy lehet, hogy az úgy a jó egyébként, mert
Mert igazándiból fölösleges arra a sikára ráfékezni, inkább tovább kell jönni minél gyorsabban, mert utána olyan rövid rész jön. De nagyon, a jobbos nagyon, nagyon a bejáratot kicsit elcsúszta. Igen, de cserében nagyon eltöri a kijáratot. Igen, csak hogy ha később fékez, az nem biztos, hogy rossz. Akkor a veszteség. Aha. Igen, tehát egy, ugyan lecsúsztam az ideális hívről, de rendületből be tudtam engedni, tehát csak annyi, hogy egy méterrel később kanyarodtam. Igen, de az nem akkora nagy drámát. Igen, de én zsérgeztem. Mert a kijárat az mindegy szinte, mert 50 méter is. Szerintem egyébként, ahol a legtöbbet kapod, az az 5-ös, 6-os kijáratában, amit szintén belemondasz ugye a körbe, hogy ott váltásnál még torpanást is igen, érzel. Igen, és az nagyon furcsa volt, hogy ott hiába nyom a gázt, ott így nem megy az autó ilyen szinten. Pedig nem volt széthúzva, mert ugye a nagyon, nagyon durva tuning autóknál szoktuk tapasztalni, hogy egy kör után elkezd melegedni, meg minden baja volt. Ennél semmilyet nem tapasztaltunk, de valahogy ezek a váltások, ezek nem annyira. Ha Megánhoz kéne, mert igazániból hozzá van a legközelebb, és hozzá is kell hasonlítanunk, hogyha Megánhoz képest mérlegre kell tenni, ugye végsebességbe hasonló, időeredménybe hasonló, van amiben ez jobb, van amiben az jobb, akkor melyiket lehet inkább dicsérni ezen a felületen, mindkettőtöktől kérdezem, Jánosom. Hát nagyon nehéz, mert az a Megán egy elsőkerekes, tehát ott nagyon hamar, ha elmelegíted az elejét, akkor szerintem ott nem tudsz ilyen köröket vele menni. Ez meg egy összkerekes, tehát ez olyan semlegesen, olyan nagyon egyszerűen ment előre, meg ezen nem szemisztik volt, mint a Megánon. Úgyhogy ez azért szerintem egy gyorsabb autó. És sokkal utcai felhasználása is alkalmas. Utcára ez sokkal gyorsabb igen, autó, igen. A Megánnal az egy sokkal extrémebb autó. Igen, hát meg ugye abban nincs hátsó ülés, stb. Igen, tehát az igazából egy nem autó-autó. Ez meg ugye mind például téden is szerintem ezzel sok jobb menni. Tehát ha kettő között kéne választanom, én ezt választanám biztos. Nem tudom, hogy kellene bele a tuning, meg ez az ültetés. Tehát, hogy ugye lejjebb volt egy kicsivel ültetve, itt a versenypálya jól jön, de utcán nem biztos szerintem. Tökéletes végszó, urak. Köszönöm szépen. Ezek voltunk mára, de kövessetek bennünket Instán, Facebookon, YouTube-on, TikTokon, és természetesen jövő héten is lesz lap timing, akkor ugye kakucsról, és aztán egy hónap múlva érkezünk újra majd a Balatonról. Addig is, sziasztok! A következő adásban itt lesz velünk egy csodálatos 2-2-es prelude, amiben nincs benne az összkerék kormányzás, cserébe van más benne, ami nagyon fontos lesz nekünk. És hogy legyen modern autó, is itt lesz velünk egy M440i BMW, amivel M-Performance autóval Jani és Csabi mindig nagyon jókat mennek. Tartsatok a lap timinggal! Modell és hobbi. A modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a láttájming adásokról sem.